Fábián Kristóf rendező. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Hello. És a beszélgetésünk témája ugye nem más, mint a Hamvasztó című filmed. Még mielőtt elmerülnénk ennek az alkotásnak a részleteibe, kicsit menjünk vissza a történelemben. Hogy jól tudom, akkor te a BKF-nek a mozgóképművész mester szakára jártál. És itt meg is állnak. Miért mondta ezt választottál egyébként? Én szintén ide jártam alapszakra is, kommunikáció és médiatudomány szakot végeztem itt, ahol aztán marketing szakirányon egy sajtós szakdolgozatot írtam egy filmrendező munkásságán keresztül, de maga a filmek felé való érzelmeim azok már sokkal korábbra nyúlnak vissza. Körülbelül 16 éves koromban történt egy eset, amikor reggel fölkeltem, mentem volna iskolába, és a szobámban hajópadló van, és ráléptem egy bizonyos pontra, ahol egy ilyen erősebbet recsent, és elindult a fejembe egy ilyen sztori, hogy én ezzel a recsenéssel megnyitottam egy valami portált, tehát egy ilyen agymenés elindult a fejembe, és abban a párhuzamos világban egy másik hasonló rezgés következtében így összerezegtek a dolgok, és lények jöttek át ide, és gyakorlatilag mire leértem a földszintre, az a sztori, vagy úgymond film már megvolt a fejembe, így a fővonalaiba. De egyébként is folyamatosan szituációk játszottak a fejembe, és ezután, azért mondtam el ezt a sztorit, igen, mert ezután ért össze bennem igazából az, hogyha egyébként is állandóan sztorik járnak a fejembe, meg ennyire képekbe gondolkozom, akkor érdemes lenne valami ilyesmivel foglalkozni. Úgyhogy mivel 18 éves koromban nem volt elég önbizalmam, vagy nem gondoltam, hogy bármilyen komoly esélyem lenne mondjuk egy filmes szakra bejutni, ezért választottam a kommunikáció szakot, hogy egy kicsit kitoljam ugye azt az időszakot, hogy érjek. De ezt követően nem tudtam, hogy kommunikáció szakról ugye lehet tovább menni filmes irányba, de mindenképp egy ilyen gyakorlati képzésbe szerettem volna részt venni. Úgyhogy ott eltelt egy kis idő, közben végeztem egy rendezőasszisztensi OK és képzést is, és gyakorlatilag ez alatt az idő alatt, mert egy év kimaradt a két iskola között, jutottam arra a döntésre, vagy találkoztam azzal a lehetőséggel, hogy itt a BKF-en van ilyen szak. A recsegős padlón kívül te neked amúgy is nagy kedvencek a filmek? Vagy inkább, tehát, hogy inkább a magadban gyártottad le a filmeket, vagy konkrétan nézted is őket? Természetesen néztem is őket. Minden. Van kifejezetten nagy kedvenc, egyébként akár rendező vagy film? Egyébként elsősorban nekem nem mint film fontos, hanem nekem az a fontos, hogy jó kérdések, jó üzenetek, és ne adj Isten, jó variációk vagy választási lehetőségeket kapjanak az emberek, és erre a film egy kiváló eszköz. Tehát gyakorlatilag, ha jól veszünk ki a szavaiból, akkor neked mindegy, hogy az a filmben egy híres színész van, vagy látványos, és nyilván dob rajta, de ugye a mag az, amire te lényegében inkább megfog az üzenet. Igen, engem inkább a téma érdekel leginkább. Tehát itt is, ugye a Hamvasztónál is próbáltam egy olyan témába belenyúlni, ami egy aktuális téma, ami foglalkoztatja, vagy foglalkoztathatja az embereket, de sajnos, hát mindenki találkozik ezzel a területtel. Még egy kicsit visszakanyarodva a BKF-re, és egészen pontosan, hogy a mozgóképművész mester szakra, ugye itt lehetőségetek nyílt számtalan műfajjal találkozni, csak egy párat említ, csak egy kisjátékfilm, dokumentumfilm, animációs film, reklámfilm. Ezek közül melyik volt az egyébként, ami téged a leginkább megfogott, és a leginkább érdekelt, és mi az, amit egyébként akár most is, vagy akkor visszagondolva egyáltalán nem rendeznél, vagy csinálnál? Mindegyiket borzasztóan élveztem, hogy a kommunikáció szakról érkezve nem igazán volt lehetőségem nem csak, hogy csinálni ilyeneket, de nagyon gondolkozni se intézményes kereteken belül. Egy nagy előnye ennek tényleg az, ami szintén egy jelentős dolog ebbe, a találkozás, hogy hasonló érzelmű, hasonló gondolkodású vagy indítatású emberek találkoznak itt olyanokkal, akiktől az ő fejlődésükhöz szükséges tudásanyagot megszerezhessék, és ehhez abszolút partner emberek vannak a BKF-en. De visszatérve az eredeti kérdésedre,
Nekem leginkább az előkészítés fázis tetszett, az áll leginkább közel a szívemhez, tehát amikor kitalálunk egy témát, vagy úgymond megtaláljuk egymást a témával, tehát és a brainstorming ahhoz, része, igen, az anyaggyűjtés és a forgatókönyv megírása, tehát minden, ami addig történik, amíg mondjuk elkezdődik egy filmforgatás. Forgatások esetében egyébként az ilyen már stáb tekintetében ilyen volumenű produkciók egyelőre kényelmesebbek nekem, tehát ezeket jobban élveztem. A biztonságérzet volt ezekkel kapcsolatban bennem, tehát ezeket tudtam koordinálni. Rendeztem kisjátékfilmet is, de ott, mint kiderült már a forgatáson is, meg a végeredményben is természetesen ez kicsit visszaköszönt, hogy azért kell az embernek a tapasztalat, kell, hogy legyen benne úgymond kilométer ahhoz, hogy ugye egyre nagyobb dolgokat tudjon vállalni. Beszéljünk kicsit akkor a mostani alkotásodról, ami ugye a Hamvasztó. Ugye műfaját tekintve ez egy dokumentumfilm. Miért pont ezt választottad? Kicsit ahhoz tudnád visszacsatolni egyébként, hogy az üzenet az, ami fontos, és kitől jobban tudhatnánk meg a dolgokat, mint egy szakembert vagy egy filmen belül? Igen, konkrétan ez egy vizsgafilm, tehát feladatként kaptuk meg azt, hogy mutassunk be egy szakmát, mutassunk be egy szakembert. Meg volt adva a műfaji kritérium, ugye dokumentumfilmnek, illetve nem fikciós filmnek kellett lenni, ez volt a kurzus címe. Akkoriban találkoztam épp egy fotósorozattal, ami egy krematóriumba készült. Gondoltam egy nagyot, utána néztem a témának, hogy mégis mi ez, mert nem nagyon foglalkoztam vele, nem tudtam, hogy mi történik ott bent. Úgyhogy vettem egy mély lélegzetet, és elmentem a Budapesti Temetkezési Intézet Csömöri krematóriumába, és ott puhatolóztam, hogy lehetséges egy ilyen megoldás, és nyitottak voltak a témára, egy engedélyezési folyamaton kellett keresztül esnie az egész dolognak, és akkor onnantól kezdve lényegében megnyíltak a kapuk. Azon kívül, hogy a filmnek a középpontjában nyilván gondolom én ugye nem más, mint a halál áll, te hogy érzed, hogy Hercegfalvi Tibornak a segítségével könnyebben fogyasztható a téma? Azon kívül, hogy a téma nyilvánvalóan eléggé súlyos. Abszolút nagyon jó emberre találtunk Tibor tekintetében. Őt egyébként a Hamvasztó üzem igazgatója ajánlotta nekünk, ő itt dolgozik ebben az üzemben, ő kegyeleti képviselő, tehát elsősorban ő nem a Hamvasztó üzemben munkálkodik, hanem ő a szerettüket elvesztett családtagokkal, rokonokkal tartja a kapcsolatot, és az ehhez szükséges, a temetkezéshez szükséges ügyintézést intézi. Az alapkoncepciója ugye az volt részemről a dolognak, hogy ismerjük meg magát az embert, aki ilyen körülmények között dolgozik, ami kapcsán gyakran előítéleteknek is van kitéve. Tehát ezt kamerán kívül el is mondta nekünk, de lehet, hogy benne van a filmben lejátszott interjú részletben is, hogy nem tudják elképzelni a szerettüket, búcsúztatók, hogy lehet egyszerűen ilyen munkát végezni, tehát hogy lehet ezt egyszerűen lelkileg bírni. Milyen ember az, aki ezt csinálja nap, mint nap, és azt hiszik, hogy ő egy lelketlen, szívtelen ember, és ez volt a cél, hogy ez derüljön ki, hogy nem, ő is ugyanúgy ember, és neki is ugyanúgy vannak érzései, érzelmei, és úgy gondolom, hogy Tibor abszolút bebizonyította, hogy ott igenis szívlélek emberek dolgoznak. Tiboron kívül egyébként más is van, aki megszólal a filmben? Egyedül ő szólal meg. A film egészen képileg a krematóriumban, tehát a tárgy része a krematóriumban zajlik, ennek van egy felvezető része, de nem tudjuk
tehát két szereplő van a filmben, uh-huh. ebben a tárgyrészben, de nem tudjuk, hogy a két szereplő, a két hamvasztást végző krematóriumban dolgozó ember közül melyikőjük az, aki folyamatosan beszél alatta, de ezzel zárul a film, hogy... Pont kérdezni is akartam egyébként, hogy ennek a filmnek van egy kerete, amiben ugye történik valami, vagy a Tibornak egy napját követjük inkább végig? Nem. Lényegében egy beérkező elhunyt testének az útját látjuk a képekben pörögni. Uh-huh. Beszéljünk kicsit a kulisszatitkokról, úgymond. Számodra egyértelmű volt az, hogy mi legyen a helyszín, gondolom én, az elmondás alapján és a képekkel, amikkel találkoztál. Milyen volt a háttérmunka, mennyi időbe telt a forgatás? Én pár információt kérlek, árulj el. Lényegében, mire eljutottunk a krematóriumba, addig minden az interneten és egyéb forrásokban elérhető információt begyűjtöttem, de ugye sok mindent nem lehet olvasni bizonyos okokból, ugye a krematóriumon belül zajlódó igen. dolgokról, ezért sok dolog új volt számomra, még akkor is, amikor megérkeztünk oda. Maga a mechanizmus, vagy a mechanizmusok egymás utánsága az, ami ugye teljesen ismeretlen volt számunkra. Tehát először bementünk, miután megvolt az engedély, ott végigvezettek folyamatról folyamatra, elmondták, hogy a képekben mik jelenhetnek meg, ugye itt kegyeleti jogok vannak, uh-huh. elsődleges nemi jellegeket nem lehet mutatni. Bocsáss meg egyébként, hogy a szóval csak egy érdekes kérdés mert fel bennem, hogy Tibor egyébként egy másodpercig sem gondolkozott azon, hogy ez az arcát adja, sőt, ő kifejezetten örült neki? Megkérdeztük, nem problémázott az ügyön, tehát nyíltan vállalta, hogy ő itt dolgozik, nem rejtőzködik emiatt. Uh-huh. Mekkora volt a stáb úgy egyébként? A stáb egész konkrétan két fő volt, tehát a rendező és az operatőr. Uh-huh. Dokumentumfilmet gondolom én egyébként amúgy sem igényel nagy horderejű stábot egy ilyen film. Rengetegféle dokumentumfilm van, fikciós elemekkel tűzdett dokumentumfilm is, de egyébként, hogyha nem tartalmaz ilyen elemeket, akkor is gyakorlatilag számtalan lehetőség van a filmben, ami miatt duzzadhat. Hát túlzás, hogy a végtelenség a stáb létszáma. De ebben az esetben ugye olyan korlátozásaink voltak, hogy ebben az üzemben folyamatos munka zajlik. Tehát magát a munkát azt nem akaszthattuk fent, tehát folyamatosan dolgoztak akkor is, amikor mi ott voltunk. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy most akkor picit álljunk meg, vagy ne úgy csináljuk, vagy tolják picit odébb, vagy ilyesmi, ezeket a most is a képen látható kocsikat. Tehát magában a hamvasztó üzemben körülbelül egy másfél-két óra időnk volt, ha jól emlékszem, magára a forgatásra. Az előtte forgó képsorok pedig, ahogy össze tudtuk egyeztetni azokon szereplő személyekkel és helyszínbiztosítókkal, úgy forogtak le. Uh-huh. Mindenesetre egyébként, ahogy te is elmondtad, az üzenete, meg az a helyszín, az mindenféleképpen jó, és én csak ajánlani tudom mindenkinek. Kristóf, hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor egy pár mondat elejéig te mit mondanál, hogy látod saját magad? Elmítetted azt, hogy a brainstorming része, ami téged nagyon-nagyon mozgat, bevállalnál nagyobb horderejű és filmeket is? Szép lassan menetelnék előre, tehát arra is mindenképp nagyon jó volt ez a két éves képzés, hogy megtapasztalhattam annak ellenére, hogy milyen csodálatos dolgokat képzelek magamról, hogy azért nem feltétlenül úgy van az, hogy én elképzelem, és az tényleg működik, meg megy. Ugye egy filmforgatás nagyon-nagyon markáns része a kommunikációt. Rengeteg embert kell egyszerre koordinálni, közben észbe tartani azt, hogy mi az, amit leszeretnél forgatni. Ugye ezen a főiskolai félprofi, félamatőr, ki hogy szereti nevezni szinten, nincsenek úgy elkülönülve egymástól ugye a munkafázisok, tehát mindenki mindent csinál.
tehát egy rendezőnek ilyen szempontból is jóval nagyobb teher jut a vállára. A másik része a kérdésednek, hogy látom a jövőmet. Mindenképp nagyon szívesen részt vennék ilyen és ehhez hasonló filmek készítésében. Jelenleg is segítek egy alkotásban, egy diplomafilm elkészítésében. Egyébként ötleteim vannak, műsorötletem, de van olyan ötletem is, ami inkább úgy érzem, hogy színpadot kíván magának, de egyébként emellett pedig egy angol nyelvű portált fejlesztek most egy társammal. Tehát tervőben nincs hiány, azt kijelenthetjük. Igen, tehát az a lényeg nekem, hogy tényleg megfelelő kérdéseket tegyek fel megfelelő helyen is, az emberek megtalálják azokat az információkat, vagy lehetőségeket, ami az aktuális problémáiknak épp megfelel, vagy amire szükségük van. Krisztóf, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt lehettem.